Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják. 2024 évnyitó Dombóvár városvezetés. Magyar Kultúra Napja, Dombóvár kiállítás és koncert. Légy képben Dombóváron fotókiállítást tartottak. Vince nap, hagyományőrző napot tartottak Dombóváron. A szoros együttműködés és a jó kapcsolat fenntartása 2024-ben is elengedhetetlen. Az egyházak felekezetek vezetőivel, valamint az általuk fenntartott oktatási, köznevelési és szociális intézmények vezetőivel nyitotta meg a 2024-es esztendőt Pintér Szilárd polgármester városunkban. A már hagyományosnak mondható esemény kiváló alkalom a vezetők és fenntartók találkozására, a tapasztalatok és a jövő építésével kapcsolatos tervek megosztására. A rendezvényen köszöntött mondott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Pintér Szilárd polgármester, valamint Kerenyi Zsolt alpolgármester. Tavaly indult ez a kezdeményezés, hogy a város területén lévő egyházi fenntartású intézmények vezetői jöjjenek össze egy viszonylag kötetlen beszélgetésre egy munkaebéd keretében, és nagyon jól sikerült az előzőben, ezért most ismét megrendezésre került. Hála Istennek gyarapodnak az egyházi fenntartású intézmények, és felszokták tenni a kérdést, hogy miért jobb, ha egy intézmény egyházi. És erre nagyon-nagyon nehéz válaszolni. Hát a hívő ember azt mondja, hogy jó Isten talán közelebb van, a kevésbé hívőknek pedig ezt nagyon nehéz elmondani. Talán arról van szó, hogy könnyebben szervezhető egy egyház intézmény a mai körülmények között. De emlékeznék arra vissza, édesapám orvos volt, és amikor ő kezdő orvos volt, akkor még voltak olyan nővérek a kórházban, akik apácák voltak. És mondta, hogy annál jobb nem volt, mert azok éjjel-nappal rendelkezésre álltak. És valahogy mindig ez a gondolat ugrik be nekem. Igaz, hogy ma már nincsenek, vagy nagyon kevesen vannak az apácák, szerzetesek, papok, de valahogy mégis ennek a szellemisége tovább él, én úgy érzem. Rácz József elmondta, hogy a meghívás közös ünneplés a megbecsülést jelképezi. Rácz József vagyok, a Tolnai Református Egyházmegye esperese, és ebben a minőségemben vagyok itt, mint a városban szolgálatot végző Margaréta Református Óvoda fenntartójának képviseletében vagyok itt, hiszen az egyházmegye elnöksége gyakorolja a fenntartói jogokat e felett, az intézmény felett. Azt gondolom, hogy egy olyan találkozón vagy közösségi alkalmon lehetek itt, amit nagyon fontosnak és jónak tartok, hogy a város vezetése úgy gondolja, hogy a különböző oktatási, nevelés és egyéb intézményeknek a képviselőit, fenntartóit meghívja egy közös találkozásra, ahol itt az egyházi fenntartók is jelen vannak, és ők is beszélgethetnek egymással, láthatják, hogy ki milyen munkát végez, vagy végzett eddig, és ez úgy gondolom, hogy azt szolgálhatja, hogy az itt élő emberek felé az evangélium hirdetését is jelentheti ez sok esetben, és ez azt gondolom, hogy jó irányban van, és jó az, hogyha egy városvezetés ezt így gondolja, meg az intézményeket fenntartók számára is úgy ítélem ezt meg, hogy a megbecsülésünket jelenti ez a találkozás, hogy számítanak ránk, végezhetjük tisztességgel, hűséggel a munkánkat, és ez egy szép gesztus. Két éve vette át a Máltai Szeretett Szolgált az Eszterházi Középiskolát Dombováron. Azóta megduplázódott a diákok száma, mondta Taisz Miklós. Nagy örömmel jöttem már másodszor, tavaly is, meg idén is megrendezésre került ez az évnyitó rendezvény, ahol polgármester úr meghívására az egyházi fenntartók, akik Dombovárban illetékesek, megjelentünk. Ez egy nagyon jó fórum arra, hogy kötetlenül beszélgessünk, hasonló problémákkal küzdünk, oktatás, szociális szféra, stb. Egyébként a Dombovári Eszterházi Középiskolát, szakképző intézményt mi nem sokkal több mint két éve vettük át.
a Málta részéről az államtól, és azt kell mondjam, hogy minden képzeletünket felülmúló fejlődésen megy át ez az iskola. Nem akarom szerénytelenül azt mondani, hogy ez nekünk köszönhető, de csak hogyha a száraz tényeket nézzük, amikor átvettük ezt az iskolát, akkor kicsit kevesebb, mint 600 diákunk volt az Eszteráziba. Most 1200 fölött vagyunk, tehát mondhatom, hogy megdupláztuk a diák létszámot. A diákjainknak jelentős része felnőtt egyébként, de többi 400-an vannak a nappal is diákjaink is. Tehát úgy érzem, hogy sikerült még vonzóbbá tenni Dombováron is, és a környékbeli kis településeket is az iskolánkat. Jó hangulat jellemző az iskolára, és ami különösen ritka, és nagyon örülünk neki, hogy egy igazi innovatív hangulat van. Tehát egy olyan műhelyt sikerült, egy olyan tanuló szervezetként működik az iskola velünk, a Máltai Szeretett Szolgálattal, fenntartóval közösen. Folyamatosan keressük, kutatjuk az utakat, lehetőségeket, eszközöket, hogy a diákokhoz olyan módon viszonyuljunk, olyan képzési módszereket alkalmazzunk, amely számunkra is vonzó, inspiráló, élmény alapú, gyakorlatorientált oktatást tesz lehetővé. Vízvendégként érkezett Potápi Árpád János, aki a közös összefogás erejéről tartott beszédet. Egy hagyomány már az itt Dombováron, hogy a polgármester fogadja az egyházi vezetőket, illetve az egyházi intézmények vezetőit és a képviselőtestület meghívott tagjait, annak érdekében, hogy egyrészt az előző évről tapasztalatokat meg tudják beszélni, másrészt pedig az új esztendőnek a fontosabb dolgait megvitassák, és egyáltalán azt a folyamatot, amit itt elindítottak Dombováron, azt hogyan tudják továbbvinni. Szerintem egy nagyon előremutató jelenség az, ami az elmúlt években történt Dombováron ebből a szempontból is, hiszen látjuk azt, hogy a történelmi egyházak, az intézmények működtetése területén sokkal nagyobb és aktívabb szerepet vállalnak, mint a megye többi részén. És én ezt nagyon jónak tartom. Ez a folyamat szolgálja mind a szülők, mind a gyermekek, hozzátartozóknak az érdekeit, akár az oktatásra, akár pedig a szociális területre gondolunk. A mai napon munkája elismerését díjat vett át Budapesten. Mai napon a budai várban ünnepélyes keretek között vehettem át a Vekerde Sándor Kárpát-medencei díj innovációs külön díját. A Magyar Nemzeti Bank elnöke, illetve egy bíráló bizottság döntött a személyemről. Nagy megtiszteltetés az, hogyha az ember munkáját megdicsérik, vagy díjazzák. És ez azért is nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy a gazdaságfejlesztés területén is a nemzetpolitika 2015-től idáig nagyon jelentős eredményeket ért el. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy gazdasági szempontból is egyre inkább egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk. Az évnyitó közös ebéddel majd pezsgős kocintással zárult. A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be a himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től e napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dombováron a helyi művelődési házban tartottak ünnepi műsort. Kő Boldizsár, szobrászművész, alkotásaiból nyílt kiállítás a Tinódi házban. Nagyon hálás vagyok Balipap Zsuzsának, hogy meghívott engem erre a csodálatos művelődési házba, a Dombovára. Én Kaposvárra jártam mezőgazdasági főiskolára egy ideig, úgyhogy nekem ez a Dombovár az nagyon kedves hely, meg hát édesapám Kő Pál, ő nagyon sokat volt itt. Zsuzsa édesapja, Balipap Ferenc, ő egy nagyon komoly barátja volt édesapámnak, és sokat találkoztak, és hát nagyon megtisztelő, hogy előttem a Samu Géza nevű fantasztikus szobrászművésznek a kiállítása volt itt, még láthattam lebontott állapotban itt a munkákat, és hát én meg, amit most idehoztam, munkákat, azok egyrészt egy zodiákus sorozat, ami itt a falon látható ilyen vörös fenyőből készült fakeretben, illetve hát van itt egy csomó munkám, amik mindenféle kiállítások kapcsán készültek el.
Ugye az én munkám, én grafikusként végeztem a Képzőművészeti Egyetemen, de utána én elkezdtem egy ilyen új dolgot csinálni, hogy igazából mesetereket kezdtem el építeni először az országba, aztán most már több helyen Európában is készítettem, illetve a legutolsó az tavaly Indiába készítettem el egy János Vitézes kis meseteret. Ezek tulajdonképpen ilyen játszóterek, ezek a meseterek, mert az az érdekes, hogy a világ így változóban van. És régen galériákban volt csak kiállítva a munkásság, illetve hát a szobrászat is úgy volt, hogy a köztéri szobrászat volt talapzaton bronzszobrok, de most már minden megváltozott, és akkor lakásokban csinálnak kiállításokat, illetve hát a szobrok lekerültek az utcaszintre, ott vannak köztünk, vannak pici szobrocskák is, nagyon sokféle érdekes keresgélése van a művészeknek. Úgyhogy én is, amiket most idehoztam, munkákat, azokban már látszik, hogy egy kicsit ilyen a műfajon belül is így izgek, mozgok. Egy kicsit ilyen játékosabb dolgokat hoztam ide direkt, hogy minél színesebb palettát mutathassak a közönségnek. És hát ez egy nagyon jó kiállítótér egyébként, szóval nagyon örülök, hogy ide itt kiállíthatok, mert jók a fények is, meg szép tiszta felületek vannak, falfelületek. Itt most a feleségemnek lesz a koncertje nem sokára, a Holdalanap zenekarnak ő a alapítója, meg irányítója. Saját dalokkal fognak kedveskedni itt a közönségnek, és hát ez külön jó érzés, hogy őket is meghívták, és akkor szinte az egész család itt van. A sógorom fogja megnyitni a kiállítást, aki egy Munkácsy Díjas szobrászművész, a Képzőművészeti Egyetemnek tanára már idestóval több mint 10 éve, és számomra is izgalmas, hogy milyen új gondolatokat fog hozzáfűzni a munkásságomhoz. Tehát amint itt látszik, én grafikusként végeztem, alapvetően a vonalaknak vagyok az ismerője, könyveket is illusztráltam, márai verses kötettől kezdve sok minden, de alapvetően nagyon szeretek fúrni, faragni. Ugye a meseterek, amiket csinálok, azok ilyen nagyméretű játszóterek, amik egyszerre játszóterek, másfelől pedig ilyen képzőművészeti alkotások is. Gulyás Anna énekes elmondta, különleges élmény számára, hogy férje, Kőboldi Zsák kiállítás megnyitóját záratta a zenekar. Számunkra ez egy nagyon szép együttállás, hogy a Magyar Kultúra Napján, a Holdala Nap zenekarral, itt Dombováron egy olyan térben muzsikálhatunk, ahol körbeölelnek azok a kedves tárgyak, ahol próbálni is szoktunk a zenekarral az otthonunkban. Ott ide a kiállításra el nem hozható volt, például csinált a Boldi Zsár egy csoda ablakot, különleges polcokat, tehát az ő keze műve az beleszövődik a mi muzsikánk kunkorodásába is, és hát a mai napon a Holdala Nap zenekarral saját dalokat, versfeldolgozásokat, magyar népzenei és a cigány népzenéből pár darabot és egyházzenei, régi zenei darabokat is fogunk előadni, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk Dombováron. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, ennek alkalmából több programmal is készül a Dombovári Művelődési Ház. Légy képben címmel nyílt fotókiállítás a Kulturális Központ előterében.
több, nem csak hazánkban készített felvételeket nézhettek meg az érdeklődők. A képek által különleges pillanatokat örökítettek meg a fotósok, a tájak, portrék, tárgyak világáról. A klubról és a kiállításról nyilatkozott Nagy Csaba. Ez a Egy képbe fotóklub Dombaváron, ugye 2012-ben alakult, 2012 előtt egy éve egy fotószakkörként működött a MIPHAZ rendezésébe. Tehát szervezésébe, ilyen támogatásos rendszerben. A záró kiállítás követően a klub egybe maradt, vagy hát a társaság egybe maradt, és klubba alakult tulajdonképpen. És a mai napig is működik, igaz, már nem akkora létszámmal, mint akkor, és hát így alakult ki ez tulajdonképpen. Együtt fotózgatunk, időnként megszervezzük kiállításokat, és galériánk van kettő helyen. Itt a művelődési házban van egy galériánk, és a másik a kórház aulájában van, ott a kórházigazgató engedélyével tulajdonképpen alakítottuk ki évekkel ezelőtt is. Hát minden hónapban cserégetünk fotókat, vagy frissítjük a fotóinkat, hogy minél többet láthassanak a arra járók. Széles skálában, mint ahogy a kiállítás címe is ugye széles látószög, a makrótól kezdve a drónfotóig minden megtalálható, tájképek, portrék, különböző tárgyfotók, kreatív fotók, tehát a társaság igaz széles látószögű tulajdonképpen. A képeket a különlegesség és a kreativitás alapján választották ki. A kiállítás úgy született meg, a mostani, hogy ugye a korábbi kihagyások a 2020-as év kihagyásai után hát úgy döntött a társaság, hogy összeállítunk egy régi időszaktól kezdődő képsort, mindenki személyesen saját maga, leválogatja a képeit, és azt hozza be a kiállításra. Igazából én szabtam csak meg, hogy kinek mennyi fotója lehet fönn a kiállításon, ugye az aktivitást vettem figyelembe, és akkor így állt össze tulajdonképpen ez a kiállítás, hogy mindenki a saját egyéni elképzelése alapján. Tehát nem voltak bírálatok, nem voltak képkiszűrés, meg ilyen-olyan szűrők alkalmazás, hanem mindenki a saját. Azt mondtam, hogy ha valaki úgy érzi, hogy nem jó a fotója, és segítséget kér, akkor se kap segítséget, mert egy fotósnak tudnia kell azt, hogy ezt kitehetem a kiállításra, vagy nem tehetem ki. A kiállítás március 20-ig látható a Dombovári Művelődési Ház előterében. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Megcsordul a vince, tele lesz a pince. Hagyományos vincenapi rendezvény szervezett az Éles Simon Kertbarát Egyesület. Szombaton a közösségépítés, hétfőn pedig a korábbi évek gyakorlata szerint a szőlős gazdák a helyszínen megvizsgálták a vesszőket, és következtetéseket vontak le az idei terméssel kapcsolatban. A dombovári borkedvelők január 20-án délután disznótoros vendéglátással készültek. Páldi Ede, az Egyesület elnöke hívta fel a jelenlévők figyelmét a Szent Vince napjához kapcsolódó hagyományokra, népszokásokra, és invitálta a közösséget a hétfői szabadtéri programra. A mai rendezvényről leginkább azt szeretném elmondani, hogy miután ugye január 22-én van a Vince nap, ami hétfőre esik, ami munkanap, ezért úgy gondoltuk, hogy a mai nap
ünnepeljük meg a Vincét, amit hagyományosan kinn a Szőlőhegyen szoktunk csinálni, de most sem adjuk föl ezt az elképzelést sem, de az a helyzet, hogy a tagságunk átlag életkora már 70 év fölött van, és nem mindenki tud a szőlőhegyi rendezvényen részt venni, ezért találtuk ki, hogy egy ünnepélyesebbé teszük, és nem csak a borokat kóstoljuk meg, hanem eszünk is hozzá, és miután most a disznóvágások időszaka van, ezért döntöttünk úgy, hogy a vincenapot, az italokat kiegészítjük sült hurkával és sült kolbásszal. Ettől még hétfőn ki fogunk menni a Szőlőhegyre is, de oda már nagy valószínűséggel csak a szőlősgazdák jönnek. Ugye itt el kell mondjam, hogy mi kertbarát egyesület vagyunk, tehát nem csak szőlővel, borral foglalkozunk, hanem zöldséggel, gyümölcsel, de aminek igazán sikere van, az mindig, amikor egy kis bor is kerül az asztalra. Tehát mondhatnánk azt is, hogy a bort azért csináljuk, hogy amikor a zöldséget, gyümölcsöt műveljük, akkor azért ne vizet kezdjen hozzá inni. Az eseményen megtelt a Német Közösségi Ház nagyterme. Különböző kézműves borokat és pálinkákat lehetett kóstolni, amit a gazdák saját maguk készítettek. A házi hurka és kolbász is népszerű volt. Úgy látszik, hogy sikeres az elképzelés, mert az 55 tagunkból 50 bejelentkezett erre a mai rendezvényre. Ehhez hozzájárul ez a szép napsütéses idő is, ami van. Remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Az összeszokott csapat nagyon jó hangulatot varázsolt, és méltóképpen ünnepelte a vincenapot. A dombovári borászok jó termést remélnek az idei évben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!